Kisszékelyhez a 90-es évektől volt kötődése Lázár Ervinnek és Vati Zsuzsának, akik egy ingatlant vásároltak ekkora településen. A Kossuth díjas magyar író halála után felesége továbbra is szívesen látogatta Tolna megyét. Egy 2016 novemberi fórumon merült fel először, hogy Lázár Ervin emléknapot tartsanak Kisszékelyben, amihez a József Attila díjas írónő is hozzájárult. Az ő hétvégi házakból egy alkotóháznak, inkább egy ilyen emlékháznak a terve is felmerült, amit ő támogatott, és hát minket is megdöbbentett a hír utána rögtön egy bő hónappal rá, hogy januárban 17-ben elhunyt, és hát igazából 17-ben mi akkor már megszerveztük ezt az eseményt, és nyilván akkor már úgy, hogy Lázár Ervin és Vati Zsuzsa emléknapok, úgyhogy igazából 17 óta gazdagítja ez az irodalmi hétvége a kisszékelyi programokat. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon messziről is eljönnek ide, és nyilván a szervezők igyekeznek mindig olyan előadókat is hívni, akik vonzók lehetnek, tehát akár színművészeket, vagy más, és egyébként még tehetséges környékbeli fiatalokat. Az ötödik alkalommal megrendezett esemény egy kiállítással egybekötött felolvasó délutánt is tartogatott az érdeklődőknek. Nagyon hálásak vagyunk a Magyar Művészeti Akadémiának, mert egy tagozati pályázatán elnyertünk egy díjat, és abból tudjuk finanszírozni ezt a háromnapos rendezvényt, ahol vacsorát biztosítunk, ellátást és helyi ízeket, finom borokat, de nem csak az akadémia, hanem a Kisszékely Kulturális Egyesület is támogat, az önkormányzat, a Kisszékely Önkormányzat, most a Pálfai Önkormányzat is támogatott minket, és a helyi vállalkozók nagy örömünkre belenyúltak a zsebükbe, és ők is sokat segítettek, hogy létrejöhessen ez az esemény. Szombat délután mindig van valami irodalmi műsor, amikor Lázár Ervin műveiből olvasunk föl, egy-egy téma köré fonva, főleg felnőtteknek szóló irodalomról van szó, a novelláiról, mert úgy éreztük, hogy a gyerekirodalom már lefedett egész Magyarországon, nagyon sok helyen előadják színjátékkal, gyerekrajzversenyekkel, stb. Mi a felnőtt irodalmára koncentráltunk. Az a célunk, hogy Lázár Ervin emlékét és Vati Zsuzsa emlékét fenntartsuk. Például tegnap este a Vati Zsuzsa Magyar Művészeti Akadémia által készített portréfilmje után még itt borozgattunk, beszélgettünk, és nagyon sokan emlékeznek rá, jöttek az anekdotákkal. Nagyon kellemes este volt. Az alkotótábor ötlete a Kisszékelyben vendégeskedő illusztrátor fejéből pattant ki. Meghívást kaptam az előző Lázár Ervin napokra, mint kiállító. Hát Lázár Ervin Öreg apu madarai című könyvéhez hoztam ehhez készült illusztrációkat, és hát akkor ezen a gazdag hétvégén, ami hasonlóan zajlott, mint most részt vettem, és olyan sok élmény ért Lázár Ervinnel kapcsolatban is, meg a helységgel kapcsolatban is, meg az itteni kedves emberekkel kapcsolatban is, hogy tudtam, hogy ez egy varázslatos világ, és egészen biztos, hogy fog tetszeni a művész ismerősökkel is. És felvetettem a szervezőknek, hogy mi lenne, ha csinálnánk itt alkotótábort. És hát hosszas előkészítés után végül is 7 íróval és 2 grafikussal eljöttünk néhány héttel ezelőtt Kisszékelybe. És ez alatt a hétvége alatt megint csak kirándultunk, nagyon sokat beszélgettük, megnéztük Lázár Ervin házát, a kedves helyeit, kaptunk szakszerű idegenvezetést Horváth Andrásségtól, és ez alatt a néhány nap alatt született 22 írásmű, amihez én és a másik grafikus Kovács Réka, akik jelen voltunk itt helyben, inspirálódtuk, szívtuk magunkba a szép tájat, vázlatoztunk, hallgattuk az írók szövegeit, és elindult a fantáziánk. És amikor hazamentünk, volt néhány hét készülési idő, amikor bevontunk a munkába újabb grafikusokat, és az új, onnan született írásokhoz készültek új képek. Tehát itt elég komoly, most született, teljesen friss alkotás látható. A nemrégiben készült grafikákat pedig kiegészítették régebbi alkotásokkal, amik szintúgy Lázár Ervin műveihez kötődtek. Az alkotótáborban 22 írás született, amikből a felolvasó délután alkalmával többet is hallhattak a jelenlévők. Az ő modorában írtam, ő szóhasználatával írtam
a névalkotását használtam, tehát amikor a főszereplőmet például Tanikának neveztem el, nem Sanyika, nem Tanika. Tehát ugye tudjuk azt, hogy Lázár Ervin, amikor a nemsehűség nevét kitalálta, akkor hát ilyen trükkök közfolyott, hogy Miska-macska helyett Mikka-makka, tehát ezeket úgy tudtam, és ezeket próbáltam alkalmazni, amikor írtam. Hát a másik meg, hát jöttek maguktól ezek a mesék, úgy éreztem, hogy, hogy a Lázár Ervinnek a szelleme, a kis székhelynek a kisugárzása ezeket hozta és adta a szöveget. Most voltam először életemben kis széken, nagyon-nagyon tetszett a település, a kis békesszigete, és éppen beszéltük itt Katival, hogy ez a mi kiméleti területünk, tehát amikor kicsit lemegyünk, jövünk kicsit megnyugodni, kipihenni magunkat, hát ugye Pécstől jövök én, egy nagyvárosból, tehát ehhoz képest ez nagyon szép kis csendes hely, és minden percét élveztem ennek a hosszú étvégének. Ha voltunk kirándulni, mentünk különböző helyekre, és nekem az ragadott meg leginkább, hogy hát amerre mentünk, mindig láthattuk a Lázár Ervinnek a lábanyomát. Tehát mondták, hogy itt ezen a hegyen ment föl a Lázár Ervin is például. Vagy amikor mentünk egy utcába, és mutatták, hogy az az ember, aki festi a kerítését, arról írt a naplójába Lázár Ervin. És ezekkel nagyon jó volt ezekkel az emberekkel találkozni. Voltak olyan emberek, akik saját élményeket meséltek Lázár Ervinről, hogy találkoztak először vele. Az író házaspár Lázár Ervin és Vati Zsuzsa emléke idén is méltóképpen elevenedett meg Kisszékelyben a háromnapos rendezvény alkalmával.